Én jó, sziasztok, srácok, Szavó Viktor vagyok, ez pedig a Kék Utcán Podcast. Üdvözlök mindenkit az eheti részben. Ked reggel van, vagy délután, vagy dél, akár mikor hallgathatod ezt a podcastet, ez a jó benne. Én itt ülök a kis kávémmal, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes elkezdeni fotózni, mire kell figyelni, mik azok a hibák, amiket elkövetnek kezdőként az emberek, például azt, hogy úgy hagyják az e-mailt, hogy bele csipogjon a podcastbe. Szóval, hogy mik azok, amiket elkövetnek az emberek így az elején, mi az, amit én is elkövettem, mi az, amit fotós oldalak, vagy fotós portálok tanácsolnak, hogy hogyan tudja jobban fotózni, úgyhogy ezekben fogunk belemászni. Remélem, hogy már fel vagytok iratkozva Spotify-on, illetve követtek minden platformon, ahol éppen hallgatjátok ezt a podcastet, úgyhogy vágjunk is bele az eheti témákba. Rengeteg cikket találtok egyébként itt a show notes-ba, lent a podcast alatt, úgyhogy ezeket is elolvasgathatjátok, hogyha itt nem akarjátok meghallgatni a podcastet. Összeszedtem 5 fázist az egyik cikkben, hogy mi az öt fázis, ahogy, ahogy elindulhat egy kezdő fotós, hogy hogyan lehet így elindulni a fotós szakmába. Az első fázis az mindenképp az, hogy nem azonnal berohanunk a XY üzletláncba és megvesszük az első gépet, ami a kezünk ügyébe kerül, hanem ott van a telefonunk. Most már elég jó telefonok vannak, és szinte mindegyik telefonnal lehet fotózni. Egyébként a blogomon is rengeteg mobilfotós cikk van, ugyanis volt egy mobilfotós kampányom, ahol egy héten keresztül mobilfotós cikkek jöttek. Na de ugye ott van a telefonod, tehát előveszed a telefonod, és elkezdesz fotózni. Tehát nem, nem kell rögtön betopnod egy 200 ezeret és venni egy gépet, hanem, hanem elég egy, egy, egy mobiltelefon, és ezzel elkezded megtanulni a, a, komponálást, az utómunkát is, ugye mobil applikációk, rengeteg van, ami, ami tud ezzel ebben segíteni, és ugye elkezded megtanulni magát az elméletet is, hogy, hogy melyik gomba mit állítasz, tehát mi az a rekesz, mi az a záridő, stb. Ezeket el kell kezdeni. A második fázisra raktam én azt, hogy ugye elkezdesz utómunkázni is, ugye ez egy, egy kihagyhatatlan része a fotózásnak az utómunka, van, aki ezt szereti kihagyni, szerintem nem érdemes, és egyébként hogyha róba fotózol, akkor, akkor nem is tudod kihagyni. Tehát a második fázis ez, ez amikor elkezdesz utólag hozzányúlni a képeidhez. A harmadik fázisban jöhet a kezdőgép, amikor is egy, akár egy használt gép is megteszi, nem muszáj rögtön bemenned, és tényleg újat venni. Tényleg egy használt gép is, is teljesen megteszi. Emellett persze lehet bérelni is mondjuk gépet, amikor mondjuk egy, felkérnek egy olyan munkára, már ha ott tartasz, amit el tudsz vállalni, viszont nincs megfelelő géped, akkor, akkor érdemes bérelni egyet, és nem lemondani a munkát, hanem elvállalni a munkát. Én ebbe a hibába sokszor beleestem, hogy azt mondtam, hogy hát figyelj, szívesen elvállalnám, de hát nincs ilyen objektívem, nem tudom elvállalni, nem elég jó a gépem, nem tud elég izót, és így lepasszoltam a munkát, ahelyett, hogy beleálltam volna, béreltem volna egyet, és elvállaltam volna, úgyhogy ez, ez, ez később Később mindenképpen figyeljetek oda erre eleinte még ne vállaljatok munkákat értelmszerűen, amíg nem tudtok úgy Photoshop vagy fotózni. Igen, csak már közben nézem a negyedik fázist, ami a Photoshopra fel címet kapta. Tehát itt már, ha van fényképezőgépet, érdemes PC-n szerkeszteni, érdemes felhagyni a telefonos fotózással, és elvégezni azt az utómunkát, amit kell a fotókon. Az ötödik fázis pedig már az önállósodás, amikor, amikor már nincs szükséged ilyen fotós cikkek olvasására, és, és, önállósodtál. Ugye ezt az öt fázist emeltem ki, de, de lehet, hogy más-más, hogy közelíti meg ezt az egész Dolgot én így közelítettem meg, én, én így ezt tanácsolnám annak, aki most kezd el fotózni. Illetve ami még nagyon fontos kérdés fotósoknál, hogy hogyan válasszak magamnak fotós nevet? Mire érdemes figyelni, meg az egész egyáltalán tényleg, hogy milyen fotós nevet válasszak? Az én fotós nevem ugye értelemszerűen csak Szabó Viktor, tehát én alapból úgy építettem fel ezt az egészet, vagyis úgy kezdtem el felépíteni, hogyha mondjuk hirtelen most azt mondanám, hogy, hogy éppen kávé kávét szeretnék termeszteni, és, és kávé eladásból szeretnék megélni, akkor értelemszerűen csak átnevezem a, a blogot, és, és leszedem mondjuk a fotós tartalmakat, és megtöltöm kávés tartalmakkal, mert ugye szabóviktor.com, illetve ha hellókukat szabóviktor.com-os e-mailről írok, akkor bármit írhatok, tehát én én próbáltam egy olyan, próbáltam a személyes márkámat épi, beleépíteni ebbe a fotós, videós, és most már drónos ö, dologba. Ugye legtöbben azzal kezdik, hogy létrehoznak egy kis Péter fotográfiai oldalt. Ez az egyik leg, legrosszabb mód szerintem, ez a fotográfi végződés. De kitalálhatsz igazából egy fotós nevet is, ugye erre is vannak, vannak módszerek. Igazából ennek a névnek még visszatérve erre, hogy én Szabó Viktor néven kezdtem el, az a hátránya, hogyha mondjuk egy Facebook oldalt létrehozok, vagy egy weboldalt, akkor nem tudják egyértelműen az emberek, hogy mivel foglalkozom. Tehát ki kell találniuk, de előnye viszont, hogy komolyan hat. Tehát, hogy tényleg komoly komoly megítélé, komolyabb megítélése van, mint egy fotográfi oldalnak, viszont a fotográfiból egyből levágják, hogy te fotózással foglalkozol. Így nem kell magad annyira bemutatni, tehát ez is a, az előnye. Milyen lehetőségek vannak még? kitalálhatsz ugye saját nevet, itt például azt hoztam példának, hogy Giza Magic Product Photography. Ez rossz példa, vagy jó példa volt? Igen, ez egy rossz példa volt, nem érdemes megadni olyan, tehát hogy wedding, fotográfia vagy ilyesmi, mert hogyha később váltasz, az elején még nem nem tudod, hogy mivel fogsz foglalkozni, főleg ha elvégzel mondjuk egy tanfolyamot, ahol, ahol ugye kimozdítanak a komfortzónádból, akkor találkozhatsz olyan fotózási ágakkal is, amik, amik szimpatikusabbak, mint az, ami be elindultál legelőször, és akkor értelemszerűen most elkezded magad hívni valamilyen fotografinak, és később váltasz, akkor most nevet kell változtatnod. Tehát az úgy megint, megint csak nem, nem éri meg. Illetve ne adj nagyon hosszú címet, tehát ne legyen 8 mondatos a, a fotográfi neved, illetve legyél nemzetközi, tehát a fotó, fotónak a nyelve az, az ugye nemzetközi, tehát egy jó képet bárki, bárki tud értékelni. Ö, nekem például a Kék Oceán Podcastnél nem nemzetközi a név, viszont a, ezt, ezt a magyar halandzsát, amit én itt, itt, nyomok, ezt nem fogja a külföldi meghallgatni, tehát a Kék Oceán az tökéletes név, magyar a piac, ez nem is fog változni, valószínű, ha angol nyelven kezdenék el podcastelni, akkor egy, egy szép angol nevet talál Úgyhogy az, az teljesen más lenne, így mivel nem terjedhet el ez a podcast külföldre, ezért ezért jó a magyar név. Aztán ugye emiatt is kerülde az ő, ő, á betűket, hogyha például logót csinálsz, akkor csomó betűtípus nem tudja ezeket, szóval értelemszerűen jó egy nemzetközi fotós nevet kitalálni. Mert a fotó az terjedhet, tehát akár Japánban is nézegethetik a fotóit, hogy milyen jók és nem biztos, hogy ha mondjuk kék óceánnak nevezed magad, akkor ki tudja mondani a japán, vagy rá tud keresni, vagy be tudja írni a keresőbe, úgyhogy, úgyhogy, ez, ez a lényeg. Aztán ötlete él. Tehát az a lényeg még, hogy ne az első nevet, ami eszedbe jut, ne ír le, hanem, hanem ötletei, írd fel őket, találj ki alternatívákat, mutasd meg több embernek, ugye több szem többet lát, kísérletez, tehát rak mondjuk egy logóra, vagy vízjelre, írd be nagybetűkkel, kisbetűkkel, mondd ki, mondjuk mond, mond márkák közé, tehát kezdem mondani, hogy mit tudom én, Nikon, Canon, akármi, és akkor ha beleillik, akkor az egy tök jó név, hogyha nem illik, akkor még, még, még találgass ki, illetve csinálhatsz mozaik szavakat, vagy alkothass saját szavakat. Ilyen esetben viszont nagyon fontos, hogy keres rá, hogy nincs -e ilyen, vagy nem -e jelent mondjuk külföldi nyelven valami csúnyát, vagy valami, valami rosszat. Ilyenkor ugye Google fordítózhat, nagyon hasznos, ugye van egy nyelvfelismerő funkciója, oda bedobod a márkanevedet, vagy a, a mozaik szavakból összeállított márkaneved, nem Mosaic. hát igen, mozaik szavakból, szóval egy kis mozaik szó márka nevedet bedobod, és akkor már is ott ugye kiadja, hogyha van valami jelentése. Ugye következő fázis az, amikor már megvan a neved, fotózol, tanulsz, rengeteget kell tanulni, ez egy ilyen szakma, hogy folyamatosan tanulni kell, ahogy mondtam egy korábbi podcastben, nekem is a 2020-am az ilyen tanulós. Most például van Lindin Premiumom, ott is rengeteg anyag van, Photoshop-tól, mindentől kezdve. Úgyhogy a következő, miután már tanultál, ügyfélszerzés. Tehát ügyfeleket kell szerezni. Van rengeteg olyan oldal itt Magyarországon, ami ilyen fotós közvetítő oldal. Nos, én ezeket kezdtem el még tesztelni, mindjárt mondom mikor, 2019. november 11-én íródott egy cikkem, hogy ugye ez úgy néz ki ez az oldal, hogy te beregisztrálsz, mint fotós, és, és ügyfelek jönnek, ők is regisztrálnak, mint ügyfél, és akkor leadnak ilyen projekteket, és azt mondják, hogy lesz egy rendezvény, amit tudom én a, a Pepsi-nek lesz egy rendezvény, és szeretnénk egy, egy fotóst, aki ezt megörökíti, és összekapcsolnak vele, hogyha téged választanak, vagy, vagy az, az, ügynökség, aki ezt az egészet üzemelteti, összekapcsol vele, és már is megvan a deal, ők is jól járnak, mert kapnak százalékot, te is jól jársz, mert kapsz munkát, és, és a, a megrendelő is jól jár, hiszen egy, egy jó fotóst fognak kapni, nem az utcáról fognak beválogatni egy fotóst, aki lehet, hogy rossz, vagy lehet, hogy az egész, egész portfólióját stockfotó oldalról lopta. Úgyhogy mindenkinek előnyös ez a, ez a rendszer, viszont azt vettem észre, hogy ezek az oldalak nem működnek. Vagy legalábbis ö, én nem tartozok abba a közegbe, akik számára működhet ez az oldal. Ö, el is kezdtem mindegyiknél a tesztet, a fotopollival kezdtem, és azt írtam, hogy még nem érkezett, ugye egyik oldalon sem érkezett, még megkeresés, itt van a foton Photon nevezetű oldal, tőlük sem érkezett semmi, itt van a Jószaki, a Jószakit félbe is hagytam a regisztrációt, mivel személyt kértek, amit, amit nem kérhetnek, illetve hát, tehát nincs, elvileg nem kérheti senki, és, és fényképet sem kérhet hozzá, szóval ők, ők meg is, meg, is, haltak, így, így el, elhalt ez a próbálkozás, illetve van az Eloise.cc, és és még volt rengeteg, tehát van a Help go, a MyVid, a fotós kereső, a fotológus, ezek, a, ezek, az oldalak, ugye beindult így az algoritmus, és dobálta nekem a reklámokat. Egyik oldalról sem működött, egyik oldal sem, sem ajánlott ki. Lehet, hogy, lehet, hogy ez, ez egy ilyen belsős körbe működik, tehát lehet, hogy maga az ügynökség mondjuk, aki üzemelteti ezt az oldalt, ők jól járnak, mert lesznek nagy partnereik, én igazából erre gondoltam, lehet, hogy, hogy az én munkám nem annyira megfelelő, hogy, hogy kiajánljanak, úgyhogy lehet, hogy bennem van a hiba, lehet, hogy a rendszer nem működik, lehet, hogy ügyfelek nincsenek, akik megkeresnék ezeket az oldalakat, úgyhogy igazából nem tudom, mi lehet a probléma. Ön szívesen beszélgetnék egyébként egy podcast keretein belül a, az alapítókkal, vagy azokkal, akik, akik üzemeltetnek ilyen oldalakat, mert egyébként érdekes, érdekes, és egyébként figyelem és, vagyis hát így néha szembe jönnek egy-két alapító tag, és meghallgatom mondjuk az ő interjúikat, vagy podcastjeiket, úgyhogy egyébként tök érdekes dolog ez is, és egy remek, remek kezdeményezés, csak számomra nem működött, lehet, hogy más számára meg pont, pont be fog jönni az egész, is, és nagyon király lesz, de most így, így ügyfelszerzés témába legalábbis így ennyit tudtam összeszedni. A lényeg, hogy a fotózás az egy olyan szakma, hogy, meg a videózás is, meg ez a... Ez a ez a művészetekkel kapcsolatos szakmák, ezek olyanok, hogy portfóliót kell építeni, ugye sok dolgot el kell vállalni ingyen, nekem is rengeteg olyan munkám van, amit amit ingyen vállaltam, és ezek hozhatnak később öm, rendes megrendelőt, tehát fizetős fizetős megrendelőt. Ez egy nagyon hosszú út, nagyon hosszú folyamat, amíg ez elkezd beérni, azt mondják, hogy a vállalkozások olyan két-három éven belül lesznek, öm, tehát akkor kezdenek el profitot termelni. Én még most így az első évelmeben vagyok, úgyhogy, úgyhogy még sok dolgot nem tudok így, így így elmondani. Lesz majd egyébként egy podcast arról, hogy hogy, hogy működik ez a fotós vállalkozás, hogy, hogy hogy lehet belekezdeni, viszont most még tényleg a kezdő fotósoknak szól a el is felejtem, hogy tényleg ez még a kezdetekről szól. Ugyan sok dolgot el kell vállalni ingyen, vannak azok a dolgok, amiket nem szabad elvállalni ingyen, tehát például esküvőt, nagyon alacsony összegért egyedül ne vállalj, hogyha mondjuk... Tényleg mész egy esküvő és te is esküvő fotós szeretnél lenni, akkor elmész gyakornoknak ingyen. De ugye akkor nincs, nincs az a fajta rizikófaktor benne, hogy el tudod rontani egy párnak az egész hátralévő életét azzal, hogy rossz fotókat adsz le. Úgyhogy, mivel ott van melletted a profi fotós, aki leadja majd a jó képeket, te viszont tudsz gyakorolni, és és a gyakorlat az nagyon fontos. Tehát ki kell menni, és fotózni kell, és, és gyakorolni, és, és csinálni sok képet nézni, sok jó képet nézni, sok-sok-sok dolgot csinálni. Úgyhogy lényegében ez ennyi. Van még itt cikkgyűjtemény, ezt majd lerakom itt a show notes-ba, hogy ö, milyen objektívet vegyek, erre is van egy, egy cikk, amit írtam. Illetve van még egy cikk, számít -e, hogy milyen fényképezőgépen van, és mikor érdemes váltani. Erről ugye meséltem már egy sztorit, a 10 fotós tévhit, podcastben, hogy ugye kaptam már én is olyan levelet, hogy ezzel a képpel könnyű fotózni, és akkor kiderült, hogy ők azt hitték, hogy, hogy valami nagyon szuper gépen van, közben meg csak fél órákat ülök a Photoshop előtt, hogy vállalható képet kapjak ebből a, ebből a masinából, úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy mindenki olyan fényképezőgépet vegyen, ami, ami a céljainak megfelel, illetve egy bizonyos szintig számít az, hogy milyen fényképezőgéped van, egy bizonyos szint után pedig, pedig tökre nem lényeg az egész. Így, így azt tudom mondani, hogy mindenki olyan gépet vegyen, ami megfelel neki, illetve nem is biztos, hogy a legjobb, a legmegfelelőbb. Váltani pedig akkor érdemes, amikor elkezded a, a gépednek a, a, határait kitapasztalni. Tehát kezdőgépnek senki ne vegyen mondjuk egy, egy Canon 1D-t, mert, mert ez túl, túl magas, túl, túl sok, egyszerűen túl sok minden van benne, érdemes egy középkategóriás géppel kezdeni, én is azzal kezdtem, és onnantól kezdve elindul egyfajta fejlődés, amikor is eljön az a pillanat, amikor kinövöd a géped, és, és érezni fogod a korlátai, tudni fogod, hogyha ránézel egy témára, mondjuk az utcán, vagy akárhol, ránézel a témára, és tudod, hogy ezt nem tudod meglőni, mert egyszerűen már olyan fizikai korlátai vannak a jelenlegi felszerelésednek, hogy egyszerűen tudod azt, hogy ez, ez nem fog sikerülni. Persze nem jó az, ha mindegyik témához így állsz hozzá, de egy idő után, amikor kiismeri az ember a saját gépét, akkor meg tudja mondani, hogy ezt a témát meg tudja előni normálisan, vagy nem. És nem maga miatt, hanem a fizikai korlátok miatt, a gép miatt. És ha eljön ez a pillanat, akkor kell gépet váltani egy egyre jobb verzióra, és, és, ilyenkor, ilyenkor érdemes tényleg váltani, hogyha még nem nőtted ki a géped, akkor, akkor szerintem nem érdemes váltani, hiszen rengeteg új funkció, rengeteg, rengeteg dolog fog, fog érni téged, rengeteg új új impulzus, és, és van aki ezekbe belekényelmesedik, tehát ismerek olyan fotóst, aki aki nagyon profi géppel rendelkezik, viszont belekényelmesedett ebbe, ebbe a profi gép, nyújtotta előnyökbe, előnyökben, és így, így romlotta a teljesítménye fotózás ügyileg. Ez szerintem bárkivel előfordul, még lehet, hogy velem is előfordulna, hogyha most hirtelen az álom felszerelésemre váltani, úgyhogy ez ellen tenni kell, és, és tudatosan odafigyelni erre, hogy ez ne következzen be. Illetve még összegyűjtöttem hét hibát, amit kezdő fotósként el lehet követni. Ugye az egyik az, hogy hát igen, ez nem, nem csak, nem csak a kezdő fotósoknál van ilyen, hogy indulás előtt mindig csekkold le, hogy nálad vannak-e a dolgok, objektív, gép, aksik, minden, tüdüdü. -tü -tü. Érdemes kialakítani egy flót, amikor is ugye én indulás előtt mindig lövök egy képet, így, így üres képet, egy fekete képet szoktam lőni, az azt jelenti, hogy van aksim, ezt látom is, van aksim, meg van memória kártyám is, tehát valószínű hogy tudok majd fotózni, és ugye mindig le kell tesztelni, hogy, hogy mindent beraktál le. A második dolog, ami kezdőként még fura lehet, hogy szükség lesz -e mindenre, tehát nem érdemes sokszor mindent bepakolni, például egy kirándulásra vagy ilyesmi, hanem tudnod kell azt, hogy hogy mire lesz szükséged, illetve vannak olyan helyzetek, amikor meg pont ez az, hogy mindent be kell pakolni, mondjuk ha forgatásra megyek, akkor mindent viszek, még, még töltőket is, mert sose lehet tudni, hogy szükség lesz -e rá. Szóval, hogy ez a két két módszer, két lehetőség van, hogy vagy vagy mindent viszel, és lehet, hogy tök fölöslegesen cipeket, és nem is lesz szükség a felére sem. Vagy vagy ez az, hogy előre tudod, hogy mit fogsz csinálni, és, és mire lesz szükséged. Munkák esetén inkább mindent vigyél, hogyha meg csak így hobbiból mész ki fotózni, akkor értemszerűen ne vigyél mindent, és sok esetben egyébként visszavesz a kreativitásból az, ha túl sok eszközöd van, is, és túl sok. De, ó, de ebbe még bele lehet esni, hogy amikor kezdő az ember, akkor minden szart összevásárol az Ebay-ről, meg AliExpress-ről, és, és egy csomó fölösleges kacata van, amiket soha az életben nem használ, de, de úgy vette meg, hogy hát ez fotós cucc, hát ez, hát ez kell, hát ezt fogom én használni, de közben nincs rá szükség. Úgyhogy mindig készíts több fotót. Tehát, hogyha, hogyha látsz egy témát, ami, ami maradandó, akkor mindig járt több perspektívából, csinálj képet, lője sorozatot, álljodébb, állj, udébb, állj picit, fejjel, picit lejjel, picit jobbra, picit balra, szóban, hogy, hogy ne, ne, az legyen, hogy egy olyan téma, ami megismételhető, mégis ott a helyszínen elrontod véletlenül, és ez utólag derül ki általában, elrontod, és akkor már nem tudsz vele mit kezdeni, míg ha több szemszögből meglövöd, több, több dolog ö, játszik, akkor ugye, akkor ugye lehet, hogy sikerül a kép, ahogy Robert Kappa mondta, hogy ha nem jók a képeid, nem voltál elég közel, úgyhogy ezt a mondást így, így, aktiváljuk, és, és csináljunk több képet. értelemszerűen, ha nem lehet, mert elszalad a téma, akkor nem lehet, akkor azt az egyet kell jól meglőni. Van még egy olyan tip, hogy ne törölj a kamerán fotókat, ki tudja, lehet, hogy helyre tudod hozni utólag. Én is van sok olyan fotó, amit tudom, hogy, hogy ezt nem fogom belerakni mondjuk a sorozatba, vagy nem fogom megcsinálni, vagy stb. De ott van, és, és bármikor vissza tudok menni a Lightroomba, és, 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 meg tudom csinálni, akár, akár tudunk belőle manipulálni valamit, bármire, bármire jó lehet. A, az is lehet, hogy fejlődik a, az utómunka tudásod, és egy év múlva visszatérsz a, fotókra, és, és megcsinálod újra. Egyébként én régen, mikor, mikor kezdtem a fotózást, akkor rendszeresen ilyen, hát ilyen három-négy havonta mindig vissza Visszatértem a régi fotóimra, és újra editáltam őket, és mindig látni lehetett a fejlődést, és, és magattól is tanulsz igazából, mert látod, hogy volt olyan, hogy mit tudom én, egy évvel ezelőtt a fotókat editáltam újra, és szittam magamat közben, hogy hogy lehetett így komponálni, tehát hogy hogy lehetett elcseszni egy ilyen jó kompozíciót, és, és ez a régi nem az elcseszte, és fú, borzalmas volt, azóta nem csinálok ilyet, <laughs> úgyhogy, hogy is szoktam régi képeket editálni, de, de ennyire mélyen nem, és ennyire, ennyire nem folyok bele, inkább kerülöm ezt a fajta dolgot. A másik még, amit, amit kezdő fotósként kerülni néz nézd egyfolytában az LCD kijelzőt, igen, tudom, vissza kell ellenőrizni, meg stb., de bíz magadban egy picit, és egyfolytában azért ne nézd. Ami még most is maradandó számomra, ha hazaértél, bármennyi az idő, tehát van, hogy forgatás után leforgattunk 12 óra alatt valamit, vagy több, mint 12 óra alatt, hazaérünk éjfélkor, egykor, és, és bekapcsolom a gépet, és felmásolok mindent. Tehát, hogy nem szabad másnapra hagyni, mindig azonnal, amikor hazaértél, másolt fel a memóriakártya tartalmát. Úgy szoktam, hogyha nagyon, nagyon durva az anyag, tehát mondjuk egy, egy fotózás, ami megismételhetetlen, akkor azt úgy szoktam csinálni, hogy felmásolom, viszont a memóriakártyán is rajta hagyom. És amikor megyek a következő fotózásra mondjuk, előtte mindenképp csekkolom, hogy gépen rajta vannak-e, működnek-e, olvashatóak-e, stb. És csak ezután formázom le a kártyát, hiszen kell a hely az új új anyagnak, viszont mm, nem szabad annyira bízni a technikában. Az utolsó pont, amit még így összegyűjtöttem, az a naplemente, a napfelkelte. Ezeket érdemes elengedni egy idő után, hiszen nem mindig csak ebben az időszakban lehet jó képeket csinálni, illetve vannak olyan munkák, vannak olyan helyzetek, amikor, amikor értelemszerűen nem tudsz a naplementébe fotózni, mondjuk egy rendezvényen, ahol, ahol nem mondhatod azt, hogy jó, akkor most csak naplementébe lesznek képek, és abban az egy órában mindenki, mindenki álljon vigyázba, és álljon készen, értelemszerűen ott nem tudod ezt megtenni. Szóval, amit így összegyűjtöttem ezekről a kezdő fotózásokról, az ennyi lett volna ez az anyag. Bármi kérdésed van nyugodtan egyébként, tedd fel mondjuk Instagramon, vagy a podcast alatti komment szekcióban, vagy bárhol, ahol igazából elérsz. Instagramon SV Insta a nevem, és van egy alkotói csoport is, ahol szintén jöhetsz és feltelted a kérdéseid. Remélem, hogy tudtam segíteni, tudtam kis motivációt, kis inspirációt adni azért, hogy elkezd a fotózást, és azért, hogy hogy kezd neki. Igazából csak annyi, hogy el kell kezdeni. Nincs, nincs egy olyan nagy megmondása, vagy, vagy igazsága, vagy, vagy hogy mondjam, milyen. Tehát nincs elmögött semmilyen varázslat, el kell kezdeni. És, és tenni kell azért, hogy fejlődjön az ember, úgyhogy ennyi lett volna ez a Kék Oceán Podcast mára. Én Szabó Viktor vagyok, és köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő hét kedden, vagy keddelőtt valami extra adással, ami tudjátok, hogy nem extra, hanem egy ilyen aktuális külön kiadás, mert ugye előre szoktam felvenni ezeket a podcast részeket. Úgyhogy Szabó Viktor voltam, még egyszer Kék Oceán Podcast, és találkozunk legközelebb. Addig is szép napot, szép hetet! szép délután, vagy estét, vagy amikor épp hallgatod. Hallihó!